Üdvözlök mindenkit hatalmas nagy szeretettel, én Győri Zoltán vagyok, ez pedig a Mit Játszunk Blog. A következőkben pedig meg szeretném nektek mutatni, hogy miket vásároltam Essenben a társasjáték kiállítás és bőrzén, ugyanis voltak olyan dolgok, amiket nem tudtam otthagyni, úgymond nagyon-nagyon tetszettek, és azzal a fókusszal mentem, hogy szeretnék okosan vásárolni, és meg akartam nektek mutatni, hogy mik azok, amik velem jöttek. Talán tudjátok, hogy ez a harmadik Essen-i alkalom, amikor kint voltam, és az első két alkalommal hát jöttek haza olyan dolgok, ami aztán egy hónapig ott állt a polcon, vagy teljesen felesleges volt, kiderült egy olyanról, hogy már meg is van, úgyhogy lehet ezt okosan csinálni, és ezen a videón keresztül szeretnék esetleg tanácsot is adni, hogy milyen lehetőségek vannak ezen a vásáron belül, és meg akartam mutatni vásárlói oldalról ezt az elképesztően komplex, különleges világot. Nem 7 dolgot vettem, viszont 7 ilyen csoportot szeretnék bemutatni, 7 kategóriát, és azon belül több címet. Gyertek, nézzük meg! Az első kategória az újdonságok, ami idei megjelenésért nagyon-nagyon friss történet, és hát igen, ezen belül is 2 van, ami most jelent meg először. Ez Uwe Rosenberg Reichhold című játéka, klasszikus munkáslehelyezős játék, nagyon szép színvilággal. Uwe Rosenberg szereti az én gazdálkodós termesztős történeteket, itt is pontosan erről van szó, nekem nagyon tetszett a színvilág, és én hát rajongok Uwe Rosenbergért, úgyhogy ez jött. Újdonságnak számít a Coimbra című játék. Értesüléseim alapján ez nem lesz megjelentetve magyarul, ez egy meglehetősen komplex üzleti döntés sorozat, hogy mi jelenik meg, mi nem jelenik meg. Én azt hallottam, hogy a Coimbra végül nem, hát aztán majd ki tudja, lehet, hogy ez változik. Nagyon jó kis eurónak ígérkezik, nagyon szép színvilága van, itt is mindenféle kocka használat lesz, meg kocka menedzsment, és én szeretem a szép színes játékokat. És a szerzőpárosnak korábbi játékaival már volt szerencsém találkozni, szeretik az ilyen okos történeteket. És azon a kategóriában tartozik számomra egy régebbi játék új megjelenése is, a Firenze, ez egy korábbi játék, és nagyon szép új megjelenést kapott, és én nagyon szeretem Andrea Stedingnek a munkásságát, és azokat a játékokat, amik remekül működnek ketten, és hát a Board Game Geek, a társasjátékos ember nagy barátja súgott nekem, hogy ez egy nagyon jó kétfős játék, és az első kiadás nagyon jól fogyott, és meglehetősen out of print lett a Race for the Galaxy című játék, és az az újra dolgozott második kiadása. Én nagyon várom, hogy megpróbálkozzam ezzel a játékkal, még nem volt szerencsém, állítok, ez is zseniálisan működik ketten, alig várom, hogy asztalra kerüljön, úgyhogy kétféle újdonság van, van az új újdonság, meg van a régi újdonság. A következő kategória a kiegészítők. A kedvenc játékaim közé sorolódik a Kaverna. Én nagyon izgatott volt, amikor kiderült, hogy a Kavernának kiegészítője. Én annyira egybeéreztem azt a játékot, és hasonló érzésem volt, mint amikor a 7 csoda párbajhoz érkezett a Pantheon kieg. Elsőként úgy voltam, hogy minek, teljesen felesleges. Az új kompakt úgy jó, hogy van. És a Kaverna The Forgotten Folk című kiegészítője azt vállalja, hogy minden játékosnak egy külön faja lesz, egy különleges képességgel, ezt lefejleszteni, ez is Uwe Rosenberg játék, mint a Reichhold, nagyon várom, hogy jól laposan leteszteljük. Ez a Kaverna kiegészítő angol változata. Én nagyon szeretem a Lorenzo Il Magnifico című játékot, és meglepően nehéz volt megszerezni, de német példányra tettem szert a kiegészítőre. Ez a Renaissance Familiák Lorenzo der Praktik. Hú, de nem beszélek németül, viszont nagyon könnyű felelni a Netzteppén különféle nyelvű szabályokat, akár angolt is, akár magyart is, úgyhogy érdemes egy picit körbenézni. Nagyon szeretem a Lorenzót, és nagyon örülök neki, hogy a kiegészítőt sikerült megszerezni. És végül, de nem utolsó sorban, ami nekem egy nagy kiegészítő, az a Merlin című játék, az Arthur kieg. Én szeretem a Merlint, sokan vitatják, mert meglehetősen szűk, én nagyon szeretem a kockadobás rendszerét, és alig várom, hogy kipróbáljuk ezt az Arthur kiegészítőt, ami behozza a pikteket, ha minden igaz, pikt, így van, hoz egy új táblát, akkor Arthur is ott fog kóvályogni a táblán, wow. Feleségemmel ez a nagy dilemmánk, hogy kiegészítő, nem kiegészítő, és sokan tudjátok, hogy egy kiegészítő gyakran egy teljes áru játék árával vetekszik. Meggondolandó, én viszont amondó vagyok, hogy ha jó visszhangja van, és sokat ad egy kiegészítő, és alaposan megvariálja a játékvilágát, és bővíti azt, akkor persze, miért ne? Ugyanis sokszor egy kiegészítő valóban többet ér, mint egy teljes erő játék. Én szeretem a kiegészítőket, hoztam is ezeket. A következő kategória az olyan olcsó volt, hogy nem tudtam otthagyni kategória. Igen, eszemben bele-bele futni, és idén egy csomó helyet találkoztam, elképesztően olcsó dolgokkal, jó, relatív, mi az olcsó. Ugyanis ha már megszervezed és elmész eszembe, és már ott a szállás, meg az odaút, meg a belépő, meg ezen felül, hogyha kiszámolod, hát nem is volt annyira olcsó, de hogyha már ott vagy, és találkozol mindenféle, nem mondod, hogy ennyibe kerül dolgokkal, akkor én hoztam egy-kettőt. Szerintem egy meglehetősen alulértékelt játék, a Volley of the Kings című játék, és ennek 2 kiegészítőjét hoztam el rendkívül olcsó áron, nekem nagyon-nagyon megtetszettek.
akkor megvettem a Nyet című játékot 5 darab euróért, ez Magyarországon is megjelent, nagyon egyszerű kis kártyapakolgatós történet, akkor az Around the World in 80 Days, ez a 80 napot a földkörül angol változata volt 10 euróért, én úgy voltam vele, ez nagyon-nagyon kedves családi játék, és mindenképpen ha 10 euró, ha ne szórakozzunk már, akkor ugyanígy 10 euróért hoztam el a Happy Pix című Malac neveld végtelenül cuki játékát, úgy tudom, ez magyarul nem jelent meg, nem is nagyon tervezik, nagyon kedves kis malacpakolgató, akkor ilyen játék a Kerala, feleségemmel nagy kedvencátok az elefánt, nagyon különleges helyet foglalnak el az elefántok a szívünkben, nagyon szeretjük ezeket a motivumokat, ami ezzel kapcsolatos, és klassz kis elefántpakolgatós játék, úgyhogy bele-bele szaladni olyan játékokba, amik azért vannak ott, hogy szépen-szépen fogjon, valami, nem tudom, marketingokból az előző években nem ment el, viszont nagyon fontos, hogy újdonságok, amik abban az évben jelennek meg, általában nem olcsóak. Ezek olyan játékok, akik már régebbiek, valami oka volt a kiadónak arra, hogy gyorsan leárazza, vagy profilt vált, vagy valami kiszámíthatatlan dolognál fogva szépen lassan megszabadulnak tőlük, úgyhogy érdemes körbenézni, mert bele-bele szaladni olyan árakba, hogy wow. Ami nagyon fontos fókuszom volt most az Esseni látogatásom során, amikor a Spielen kóvá raktam, hogy nézzek promókat. A promók azok nem kiegészítő értékű, icipici-pici apróságok, gyakran a mechanizmus sem változtatják meg. Nekem például ilyen volt, nekem nagy kedvenc játékom a King Domino című játék, és ebbe, hogyha látjátok, ilyen különleges, jópofa, egyedi kis váracskák vannak, akkor Lorenzo-ba is hoztam promókártyákat, akkor hoztam Queenie-ket, a Queen Games-nek jellemzője a Queenie, ez egy pici kiegészítő, ezeknek ilyen potom ára szokott általában lenni, valamelyik picit hozzáad a játékhoz, valamelyik csak optikai tuning, de én nagyon szeretem ezeket az promó dolgokat, ami pici apróság, ezek azok, amiket külföldön nem rendelnék meg most tényleg egy kártyát, de ha már ott vagyok, akkor érdemes körülnézni, egy csomó stannál, például a Dice Tower stannál is lehet venni ilyen dolgokat, sőt a Board Game Geek-nek is külön volt standja. Hát, úgy is mondjam, így felvontam a szemedők, mert borsos áron adtak különleges dolgokat, de úgy vagyunk vele, hogy jó, támogatom a Board Game Geek-et, és ezekkel az pici apróságokkal azért fel lehet boostolni, fel lehet tuningolni a kis otthoni kedvenc társasjáték készletünket. Úgyhogy jöttek ilyen kis promók is. A következő kategória a accessories angolul. Magyarul nem tudom, hogy fordíthatnánk le, hogyha van ötletetek, akkor tényleg kommentben írjátok le. Ilyen társas játékozást kiegészítő pici apróság, ami könnyít a játékon. Én alapvetően kétfélét vettem. Nagyon divatos mostanában, ez olyas, mint a playmat lenne, és ilyen csattal egy ilyen pici kis tálka készíthető, nagyon potom áron tudtam venni 4 darabot 10 euróért, különféle színekben, tök jó akár kockadobás segíti, akár valamit tárolni, de ha már tároló, én nagyon szeretem, amikor különféle alkatrészeknek, például a kavernának, vagy ilyen a Láv című játék, rengeteg alkatrésze van hozzá, és eddig ilyen kis kapukban, ilyen konyhai kávéscsészékben oldottuk meg a tárolást, és vettem 2 ilyen erényt, ami hát, hogyha szemfülesebb, ügyesebb vagyok, akár ilyen műszerboltban, vagy nagyobb bevásárlóközpontokban is megoldható ez, hogy ilyen tárolókat vegyünk. Én úgy voltam vele, hogy nekem nagyon tetszik az, hogy én tudom beállítani ezek a kis oldalfalak, ezek állíthatóak, akkor ez most ilyen legyen, olyan legyen, és úgyhogy eszemben nekem az egyik legkülönlegesebb az, hogy nem csak társasjátékok vannak, hanem a társasjátékos világ perifériája, vagy holdudvarához tartozó mindenféle extra dolgok is, úgyhogy érdemes alaposabban szétnézni. Nekem nagyon megtetszett ez a tároló történet, ha találkoztak ilyesmivel, és gyakran játszatok, ajánlom figyelmetekbe, próbáljátok ki, szerintem tök király. A következő kategória, amit vettem eszemben, az igazából a társasjátékhozáshoz semmi köze nincs, de ott volt, és nem tudtam ott hagyni. Például ez a póló, nekem a kedvenc ilyen mípülös pólón, ez például ruhadarab, ahogy ez a kötött viking sapka is, hát mekkora király már, biztos, hogy hazahoztam egyet, megnéztek vala az utcán, na, tehát hogy összeztek az emberek ezzel a plüss viking sapkával, de nekem picit ez a kategória, ez a nagyon perifériája a társasjátékozásnak, ezeket még tavaly hoztam, ez például egy ilyen bábus gyertyatartó, akkor ez egy mípülös, hát picit már megkormolódott mípülös gyertyatartó, egy picit tál, és amit idén hoztam, ez 4 ilyen tálacska, 4 különféle színben, 4 különféle díszítéssel, tudom, alapszabály, társasjátékozás közben nem eszünk, de ha mégis, mennyire stílusos már, mekkora király, úgyhogy lehet kapni nem szigorúan társasjátékos dolgokat is, hanem az kiegészít a dolgokat, mint a ruhák, meg ilyen egyéb edények. És végül, de nem utolsó sorban, utolsó 7. helyre tettem azokat az apróságokat, amit mint kiadó kaptam, ugyanis sokan tudjátok, hogy mint mit játszunk, ott képviselő ember voltam, sajtós igazolványa jelen az Esseni rendezvényem, és kaptam unboxingra és bemutatóra a Dice Tree Games-től szerintem a Modern Art
eddig legszebb kiadását, ebből lesz unboxing, illetve bemutató tartalom, káprázatosan szép, nem is nagyon spoiler, ezek direkt nem fordítom meg a dobozt, hamarosan tartalom lesz ezzel kapcsolatban. És a Mindless Games-től kaptam egy Celebria játékot, ugyanúgy ebből lesz unboxing is, meg bemutató is. Nagyon szépen köszönöm a megtisztelő figyelmet, bízom benne, hogy tetszett. Hogyha tetszett, akkor kérlek dobj egy lájkot és egy megosztás, hogy minél többekhez jusson ez a tartalom. Hogyha még nem iratkoztál fel, kérlek tedd meg, van egy klassz kis csiringelő jel a feliratkozásban mellett, hogyha bármilyen új tartalom érkezik, akkor azonnal értesülsz majd róla, és hogyha szeretnéd támogatni a blogot, akkor a Patreonon nyílik rá a lehetőséget. Nagyon szépen köszönjük. Remélem, mi hamarabb találkozunk, addig is jó játékokat, sziasztok!